Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és az IFC 24 legrosszabb csapataival fogunk játszani, és nem egy bajnokságból van a kettő. Van, sziasztok, sziasztok. Meg most már senki nem mondhatja azt, hogy valamelyikünk jobb csapat. Igen, mind a kettő szám. Neked jobbak a statjai. Egy picit, de neked a középpályád az az 55, ez kiemelkedően magas. Plusz egy pont, ez kiemelkedően válogatott ott van. Megnéztük amúgy a neten, azt mondják, hogy a Punjabi. Igen, de... De így belelapoztam. Meg vannak frissítések azóta. Igen, itt van a... Hiderabadabadabada FC. Az. Én pedig a UCD Dublin. Steak. Steak. Ott van szponzor. De amúgy ki gyártja a mezt? Senki. Én. Néni. Összevarja Indiában. Neked is van. Onius.com. Nagyon jó. Na nézzük akkor ezeket a fantasztikusan jó csapatokat az IFC 24-ben. Ó, az, az! Igen. Ramlunch Hunga! Jézusom. Kinsella Bishop. Ismerős. Jó, én ezt nem értem. Miért van mindenhol RM, ahol nem Én azért megpróbálom a legjobban összeállítani ezt a csapatot. Tehát én nem bízom a véletlenre, én nyerni akarok. Miért undorító van a kapusmez. LMLB-be. Ajajajaj, jó lesz ez. Én érzem, hogy jó lesz. És miért egy serpa a támadat? Menjünk fel a hegyre, aztán hozzá le a mászókat. De nem itt kell focikázni. 58-as a kapusom viszont annak. Jó lesz ez, jó lesz ez. Nincs valami gyors játékos? Gyors játékos? 60-as futás, nagyon rossz. Én nem találok gyors játékos. Szélsők, 50-es futás, csatáromnak 66. Csatáromnak 51. 51-es futásokkal fogunk operálni. Hoppá, 74. 70-es futás, az csalás. 76. Nem, hát plusz az... 8 rajta van. De ez mi? Arra, de ez szalad. Már megint nyerni fogsz. Szalad. Én már most látom, hogy miért van itt egy R-rem? Mindegy, maradhat igazából, mert... Menjen. Nagyon... João Vitor 68-as? De nekem nincsenek ilyen jók. Ez már most nem fel. Ez már miért most van most még egy RB? Hol vannak a CB? Ez maradott. Egy... Yes. Nézzük akkor, valami nagyon durva stadiont kéne nekik adni, mert szerintem megérdemlik, illetve megérdemli. London stadion, nem lesz, rossz, nem? Valami durva legyen. A King Abdullah. Sport City. Na, tessék. A sport városába. Tessék, tessék, menjen, tessék. Szaladjon neki. Fúha. Hát a Google Shop ehhez a meccshez nem tudott ezeket biztosítani, úgyhogy dá nekik. Ilyenkor felülben a kérdésem, de a kupon a csapatokhoz lehet szerezni? Hát, de szerintem még ott a helyszínen se. Tehát ha kimész a stadionjukhoz, szerintem még ott se. De ha igen, akkor menő. Van kuponod, tehát olcsóban lehet megvenni az amúgy is akciós mezeket. De nem ezeket. De nem ezeket, így. Hoppá. Kíváncsi vagyok, hogy milyen színvonalas mérkőzésnek leszünk szemtanúi. Hoppá. Egy csillagos skill move. Az tízi, az tízi. Ennyi, megvan a gól a meccs. Ja, nem kiabálom el. Ez komoly, gyorsan összehoztad nekem azt a tízit. Hát adjuk igen, azért a mellkason beroppant jó, a fejedtől. Jó, roppant, nem roppant semmi. Remélem most is bágos lesz a 11-es párbaj. Ó, mekkora gól! Nem védett? De védett. Csak elmentél oldalra. A lábad roppattant be, nézd meg! Nem hónaljáról! Hát te sem vagy egy nóljár. Nem, bár... Na mindegy. Édes Istenem. Nagyon jó. 1-0, gyorsan van. Azt hittem védet, és már kezdtem második örülni. Percen. Sárga lap is? Meg gól is? Mindjárt jön a következő. Figyelj, Pávása. Az jó volt. Nem tudtam futni, muszáj voltam előni. Annyira lassú volt az emberem. De mi? Hova? Nagyon jó, nagyon jó. Nem. Lehet, hogy az ír bajnokságot ez a csapat fogja megnyerni? Hát ki tudja. Most hát bejut a BL-be? Az is BS-selejtező. Hó! Kapufa! Durrogtatja neki. Jó, ezek az írek. Hát ír válogatottban mindjárt ott. Jézusom! De jó! Na de jó! Most kell megpihenni egy kicsit. Ez gyors pihengeti. Na. Egy gyors felállás változtatás. Így van, megtörtük a lendületét. Gondolod, hogy a legrosszabb csapatoknál lesz számít? Há, hogy hát jól van. Ugye arra lennék kíváncsi egy... Jaj. Muri. Mi tudná jelentse? Hát figyelj, szerintem a Fener is elég nagy kihívás a Mourinho-nak. Azért látom, hogy szenved bele. Nem olyan egyszerű egy Fenerben. Ú, tökönlötted szegényt. Ott gyerek már nincsen, mondjuk talán nem is kell.
nehogy így focizzon a gyerek is, hogy 50-es legyen. Jó. Pedig most azért ott lett kínálgatás. És figyelj, jön a komment, szeretnél te 50-es lenni. Amúgy igen. Ezek kapnak fizetést, nem? Indiai bajnokság. De ez meg a másik, hogy ők most ebből élnek meg. Tehát ezek vagy ezek ilyen félprofi csapatok. Á, nem. Indiai első osztály. Az íreknél azért nem olyan mély ott a piramis. Szerintem azért itt vannak. Fizuk. MB2-ben is meg lehet élni elvileg fociból, úgyhogy... Hát egy átlag fizeti, attól függ melyik csapatnál. Hát egy Zsuzsák azért, amikor MB2-ben volt, ugyanúgy megkapta a nagy fizut. Hát az a Zsuzsák, ott azért Zsuzsák. Bentley-vel tudod mennyit fogyaszt? Annyit, hogy nem lehet megtakolni, és a Lánchídon meg annyi. Azaz. Ah, nagyon jó, még bedobás is nekünk jön, nagyon nem tetszik. Nem ízlik a meccs ritmusa, tempója. Az nem jó. Eredménye. Ez nagy hiba volt. Áren. Két ahol. Norris, Lando! No, hát izé. Forma egy után foci. Főállású. F1, foci. Hát keveset fizet az F1. Keveset fizet az F1. Meg már nagyon nincs pénz. De a UCD Dublinnál van. És kint volt, millimétereken múlott. Ne! Hú! Nem jó! Sima passznak tűnt. Elsőre. Miért nem passzoltam le? Jó. Azt hittem azért a kaput el tudja találni. Nem ám. Tudunk dekázni ilyen szinten, lehet? Nem akarja? Nem akart, nem akarta dekára menni. Mert csak mozogni tudnak, test sem. Semmi nem, más nyom, nem értem. Nem. Amúgy féltem, hogy nem tudja eltekerni a kapus mellett. Akár, hogy ilyen hülyeségből kap a gólt megint. Ugye azért ott így volt benne félelem. Nem volt, az sima. Baszker. Többet se dekázok ezen a meccsen. Ha megszoktam, hogy Ronaldo Messi így felkapja a labdát egyből. Kapusra próbálj meg kijönni és cselezni. Jó. Szerintem a, majd ha vezetek. Az a tuti. Nem még egyszer nem? De. Ó, szép emelés. Kíváncsi lennék egy e-sportoló fifással. Játszanék egy meccset. Ő lenne mondjuk a, amivel te vagy. Meg egy Real Madridbe. Én meg egy világválogatott, mert van ilyen ikonválogatott, egy Real Madrid. Az mekkora Jézusom! Jó. Igen, hogy mi lenne? De szerintem megverne amúgy. Elhiszed, hogy megverne? Simán. Benne van, hogy lövögetni a gólokat. Azt, hogy simán, azt nem mondom, de... Hát... Na mindegy, egy ilyenre kíváncsi lennék. Az nagyon okos. Nagyon jó játék, kérem szépen. Lando. Eddig tartott Lando. Na, úristen. Osram. Az úgy lehet, hogyha Miami-ba ezekkel a játékosokkal játszottál volna. Ne is mondd. Feltéptem egy sebet. Szóba se hozd. Hűha. Nagyon jó. Miért nem futsz? Nem volt les. Nem fut. Az se jó. Na most leültem egy színvonal egy kicsit. Igen. Most azért megereszkedett a meccs. Úgy érzem egy-egynél. Megérkeztünk. Egy-egynél pihenőre fogták. Ez les volt. Egy jobb bedobás. Elhiszed, hogy van olyan kórut bajnokság, ahol ezt behúzzák? Befújják. Be. Magyarban is befújták egyszer a bedobás lest. Volt róla, a videó van a neten is. Elég nagy botrány volt. Csak akkor még nem volt VAR, nem tudott senki se szólni, hogy amúgy hello. Az nagyon jó. Azért mondom. Hát ez egy elég erős gól lövési szituáció. Lett volna, ha nem pattogva érkezik oda a labda a kapusod kezébe. Jó volt. Én mindent beláttam. Ott fenn. Nagyon jól meglátta. Az szép. Csak a sebesség nincs meg. Hát az sárga lap már csak a szándék miatt is. Nekem ez nem tetszik. Mi bent maradt a bélben? Mi ez a kör és lövés levelő? Statisztika nevelő lövés? Az lett volna vicces, hogyha a kapus nem akar hozzáérni. Megy a kasza. Megy, minden megy. Nagyon jó. Meg is sérülök, úgyhogy én csúsztam be, érted? Azt érdel? Ezt se vágom, hogy működik. Csodálatos volt, hogy azt tudtam úgy
megoldani, hogy tovább menjen belőle. Nagyon jó. Ne botlatozz. Sérült ugye tud botladozni a semmitől. Vagy hát a sérüléstől. Megoldja. Júj! Akció, akció. Hát inkább lecserélnem. Nekem nehogy egy lövésnél. Tudod így izé, elkezdje sántikál. Nem, ez így megalázó. Ott perc is, Robert! Jaj, te olyan lassú vagy, egy szerencsét. Mert te jobb lennél? SCH. Ez az. Ne, hát megyek, amúgy támadok. Egy ilyen videót felvennék. Szerzünk valami mező közepéről egy indiai focistát, aki benne van a játékban. Azzal rászni, vagy az ellen, a 11-es pár. Nehogy foglaljam a repülő egyet Indiába. Megyünk Indiába? Akár. Hopp. Tehát erre azért így kíváncsi lenni. Nagyon jó, ott a beinduló játékos. Nem oda akartam. Ó, Norris, kedvencem. Na azért vannak olyan videók az angol amatőr ligából is, hogy azért meg tökire olyan gólokat eresztenek meg, ilyen amatőrök, hogy döbbenek. Hát meg úgy cseleznek, hogy el nem veszed a labdát, már amatőr szinten is. Mondjuk ott megye egybe fel is rúgnak, hogy soha többet hát nem lesz biztos kedved pályára lépni, de... Nagyon figyeltem, igen, hogy mit akarsz csinálni, de erre nem számítottam egy jó nagy ívelésre. Nem hiszem el. Az jó. Ott kell, azt meg kell futni. Tudtam, hogy mit akar. Hát ez minden meg felborítja. Felborítja. Minőségi játékosok. Nem sikerül a bepassz középre, az hiányzott. Az nagyon-nagyon kár érte, viszont hova? Itt a lehetőség. Bajnok a figája szintű labdarúgást láthatunk, kérem az szépen. Megérdemlik ezt a nagy stadiont, én úgy érzem. Nagyon de jó. De nem is hozod a hidrányban irányítottam. Az szép. Norris, mondom a kedvencem. Kicsit hát Lego le. FC színvonalt érzek a levegőbe, egy kicsit játékos. Jó. Mi? Szög le. Norris ezt eltör. Nincs var. Szög le. Hát. De ez most mi? Mi történt? Uh-huh. De mérges. De mi? És én jövök. Na tessék, korrupt bajnokság bírókkal. Hát vagy a bíró is egy csillagos, vagy fél csillagos. Nem csak a csapat. Na az milyen lenne? Rossz bírók lennének. Következ, igen, lenne ilyen egy csillagos, öt csillagos. És tök rosszul ítél. És rosszul ítélne meg. De király. Na most tetszik. Írjunk levelet, írjunk, hogy miket kell belerakni. Hát, na amúgy tényleg mekkora lenne már. És igen, kirandom sorsan. Azt tudom, hogy szigorú bíró van. De várj, lehet egy BL döntőre kapnál egy rossz csillagosat. Bíró. Jaj, nagyon jó. Vagy megjelenne egy ilyen kis izé, lefizetés opció. Az ott nem igaz! És karrierbe lehozná az újság, hogy valószínűleg lefizették a bírót. Jó van. Ez az én cserém? Á, legyen. Te jó Isten! Azért az ott tartalmazott némi izgalmat önmagába. Na mit kell? Kapussal kell kijönni? Azért az ott szemét lett volna, ha belőlem. Köszönöm. Hát ez egy 2-1. Én úgy érzem. Számoljuk hozzá. Kész. Majd 3-1-nél elátkozod a pillanatot, amikor nem lőtted. Erre fogom fogni, ha kikapok. Hogy teljesen más skriptek játszottak volna le! De miért nem talál kaput? Egyetlen lövés sem se talál kaput. Nem értem. Jó, kicsit valami... Rafinált. Régi, 10 évvel ezelőtti Barca-féle tikitak át. Ó, hogyne. Hogyne. Hát az Iniesta volt, nem? Igen. Ah! Fújd vissza! Persze! Hamarabb megtörtént a szabálytalanság. Hogyne. Én szeretnék kérni egy piros lapot is a gól mellé. Ahogy ez ott eltört a lábam, tulajdonképpen. Persze, hogy nézzük. Szép a passz, gyönyörű keresztbe becsúszás, lábtörés, tehát az ri. És az az érdekes, hogy a kapusod annyira béna, hogy megint beleért a labdába. Az az érdekes, hogy nem fújta le egyből.
Tehát ilyeneket azért leszokott fújni. De nekem ne fújja le, ha gól. Remélem, hogy sárgát azért látok majd a neved mellett. Az Norris, rohadt jó, leigazolom. Nem tudom hova, mert nincsen csapatom jelenleg, de leigazoljuk. De ember, mikbe vagy? Jó volt. Jaj, a 2-1. De ezek a játékosok semmitől elesnek. Csipott le. Úgy is szereted mostanában. Ajajajajaj. Ne. Én bent láttam. Dab, vagy bad, vagy bab, vagy mi? Jó. Lalmundaga. Bab. Hát eljött bab. Koncert. Na gyere. Ah, végre egyszer összejön. Skill move. Azaz. Hűha. Gyere. Jó van, persze, szabálytalanul megállítasz. Miért is várok sokat ettől a csat... Haj, nem hiszem el. Menj már oda. Miért? Nem. Jó. Nem jó. A de. Szép, de szép mintaszerű becsúszás. De a fekvő embernek passzol. Hát már indítottam volna a srácokat. Na mi van, Bob? Mit csinálsz? Mi történik? Már. Nem jó. Nem jó. Belelépsz valami játékba. Jó. Oké. Mégis a helyzet maradt ott, mert magától annyira bénák, hogy nem szerelnek senkit. Az nagyon jó. És megakasztasz! Ne, hát ne akaszkodj már belém! Ott a gól! Hát kétszer, mert elrántottál volna. Hát ilyen nincs. Mondom, hogy 3-1. Hogy megmondtam 3-1-et? Gyere, Doyle! Nézzük meg, mit tudsz. Elfogytam a cserékkel. Hála a jó ég. Ezt már így oldjuk meg. 3-1. Itt semmi most baj. Már. Semmi baj. Meguntam. Semmi baj. Oda kell pakolni. Bejön napocska, Sunny. Zothanu pupuja. Meguntam, mehet. Na milyen? Az jó. El kell hozni a kecskepásztorok. Nem hiszem el, érted? Két szabadrugást is befújhatott volna egymás után, de nem engedi végig. Pa! Na ez az indiai név. Rabe. Menjél körni! Elcsúsztam. Elcsúsztam. Vizes a fű. Sport City fel van locsolva. Lőttünk messze volt. De azt mondta, hogy nem tudok cserélni. Az én voltam. Már még mennyit cserélsz még? Hát ilyen nincs. Jó. Jaj! Azt hitted? Azt hittem, az ott el fog menni. Nagyon jó. Nem, ki fogunk kapni, India? Nem hiszem el. Ja, hogy már mindjárt vége a meccsnek, most látom. Ne. Elfekteted? Jaj, de közelről. Ilyen közelről kiálltam. Ennyire kiálltam. És ez légiós. Hogy lehet az mellé? Olyan közelről. És mi volt ez a műesés után? Ennyire kijátszani egy helyzetet azért, tehát hogy nagy csapatokkal amíg jön össze, nem hogy ilyen bénákkal. Nagyon tetszett. Még egy minőségi lövést szeretnék látni. Mondjuk nem tőled, de... Nem baj, nyomjad akkor. Jaj, nem áll. Nem mondta semmit, ott volt a helyzet. Híres kapura, miért konkrétan... nem lőttem, amikor szórakoztál a kapusra? Most bánom meg. Igen, mondtam, 3-1-nél fogod megbánni, hogy nem mondtam. Vagy 4-1-nél? Lehet, hogy 4-1-nél bánod meg. Engedd még a szögletet? Nem. Mindegy, jó volt. Statisztikára kíváncsi vagyok. Nem, borzalmas, hát életem legjobb meccse. Ne szórakozz már. Azt mondja, hát teljesen kiegyenlített. Mind a labdabírt, sőt, labdabirtoklásban jobb voltál, lövésekben egyel több van nekem, passzokban sokkal többet passzoltál. Pontosabban is. Figyelj, amúgy ez egy döntet. Ha csak a statisztikát látom, én azt mondom 2-2. Igen. Vagy 3-3, mert annyi lövés volt a meccsen, amennyi egy BL meccsen nincsen, érted? 60-asokat.
Vagy mennyi? Igen, hát nem, nem annyi ezek szerint. Hát köszönöm szépen ezt a igazán nívós mérkőzést, meglepően sok gól. Azért volt ott egy ilyen 70 perc, amíg igazából, ha ezt rendesen nézni, mélyre be végigunom. Hát az biztos, de a vége jó, legalábbis számomra. Köszönjük szépen a figyelmet. Nézzetek át Petihez is, ott is egy valak közös videó. Nekem is a többi csatornáimon, ott vannak a linkek a leírásba. Sziasztok! Sziasztok!